Köszöntöm minden kedves nézőnket a János Házi Krónika mai adásában. Nézzük át röviden az elmúlt két hét eseményeit. Koronagyűlés és lampionos felvonulás Szent Márton ünnepén. Jókedvel és mulatsággal is lehetett segíteni, bált tartott a Szent Imre Általános Iskola szülői munkaközössége. Őszi hangverseny a zeneiskolában, végül pedig sport, Kulcsár Barnabás megúszta, a Meteor még nem. Szent Márton napja, vagyis november 11-e nagy ünnep az egyház megyében, hiszen a Szent Egyház megyénk területén, Szaváriában született, innen indult különleges pályafutása a római hadseregben, majd Krisztus hadseregében, az egyházban. Erre a napra időzítették a Kemenes-Aljai Esperesi kerület koronagyűlését, amely ünnepélyes szentmisével kezdődött 10 órakor. A misét a kerület papjai mutatták be Balasi István Esperes vezetésével. A szentbeszédet Budai Zoltán kenyeri plébános mondta, aki saját életéből vett példán keresztül hozta közelebb Szent Márton jótékonyságát. Amikor én megismertem ezt a kis srácot, akkor nem igen tudott gondolkodni és beszélni. Menni két mankóval és segítséggel tudott. Náluk szépen megtanult menni, kinyílott a lelke, kinyílott az értelme, diplomát, jogosítványt otthont adtak a kezébe, és amikor megnősült, nem is a felesége családja, nem tudni mi miatt, elfordult tőlük. Hát ilyen az a lelkület, amikor az áldott palást hiányzik. A mise után a plébánia adott otthont a tanácskozásnak, ahol megvitatták a kerület papságának teendőit, a közelgő eukarisztikus kongresszusra való felkészülés is szóba került, hiszen ezen a héten érkezett Celldömölkre a missziós kereszt. Este még egy szentmise volt az ünnep alkalmából, amit egyházközségünk papjai közösen mutattak be. Németh Imre atya szentbeszédében így beszélt Szent Márton példájáról. Márton egy olyan szent, akinek nem volt irodalmi munkássága. Egy sort sem írt. Nem írta meg a tapasztalatait, a végrendeletét, nem dolgozott hittani, tanítás, sőt annyira szeretett szerzetes testvéreinek sem írta meg a reguláját, az életmódját, életművét. Nincsenek irodalmi hagyatéka, egyedül a hite és az élet és az egyház szeretete maradt meg. Gondoljuk végig, mi volt az, ami az életét különlegessé tette, és amit mi is elsajátíthatunk itt Kemenes-Alján, János-házán, a nagy kiterjedésű plébániánkon 2019-ben. Az első a hitben való bátorsága. A mise végére már sokan gyülekeztek a templom udvarán is, hogy részt vehessenek a Mártonnapi lampionos körmeneten. Kicsik és nagyok apró fényeikkel felszerelkezve vágtak neki az útnak. Az útvonalon a polgárőrség vigyázott a résztvevők épségére. A Mária kertnél hagyományosan mindenki megoszthatta a Márton kiflit a mellette lévővel, ezzel is emlékezve a szent legismertebb tettére, amikor kettévágott köpenyének egyik felét odaadta a koldusnak. A menet végül a művelődési otthonban ért véget, mint évek óta hagyományosan, ahol forró tea és libazsíros kenyér is várta a résztvevőket. János atya rövid fohásszal ajánlotta a közösséget Szent Márton közbenjárásán át Jézusnak. Múlt hét végén tartotta szokásos bálját a Szent Imre iskola szülői munkaközössége. Ahogy az a köszöntőben elhangzott, a bál nem öncélú, hiszen a bevétellel az iskola programjait támogatják. Tokár János atya a közösségről beszélt. Ha nem nincs bennünk ez a nemzethez való tartozás tudata, hogyha a gyerekeinkbe nincs erősen a magyarság tudat belenevelve, akkor
sokkal szerényebb képességekkel fognak a saját munkájukat illetően is, egy egész más területen is működni és szerepelni. Ma ez a gondolat ragadott meg engem, az egyek vagyunk, és az egység gondolata, mint a közösségnek egy mércéje vagy kritériuma, ami láthatjuk, hogy elég messzire vezet. A bál hangulatának megalapozását a Rockidili akrobatikus rock'n'roll csoport táncosai kezdték. Majd a Jánosházi amatőr színjátszók a budapesti Broadway ekkori hangulatát idézték nagy sikerrel. Ő a Lencsi, nálunk ő főz. Ja. Ekkor a sorhelyt! Jól főzhet ez a Lencsi, olyan jól karban tartja. A nyugdíjas tea délután hétvégi rendezvényére látogatók vasárnap élőben is megnézhetik majd ezt a produkciót. Végül pedig a szülőkből és tanárokból alakult tánckar emelte a buli hangulatát, ami nem is olyan nehéz akkor, ha valaki vörös hajú és szemüveges. A bálon a talpalávalót Weilinger Csaba szolgáltatta a korábbi évek hagyományainak megfelelően. Nincs őszi hangverseny nélkül a zeneiskolában. Kedden délután 5 órára várták az ifjú zenész palántákat és zeneszerető közönséget az iskola nagytermébe, ahol Lakatné Molnár Adél bevezetője után kezdődött a koncert, amit Boros Kincső kezdett, aki először lépett hangszerrel a pódiumra. A Kájoni Kódexből adott elő egy magyar táncot Lovász Gábor zongora kíséretével. A műsor végén a hagyományokhoz híven emléklapot kapott az első fellépése alkalmából. Őt egyre rutinosabb előadók követték, igaz, ahogy érettebb akkor, bonyolultabbak a művek is, tehát a feladat is nehezebb volt. Voltak apró hibák, de ügyesen oldották meg a gyerekek. Végül a zenei előképzősök foglalták el a színpadot, akik a Cinege cipője című vers feldolgozott változatát adták elő furuja és zongora kísérettel. A vidám dalocska kellemes zárása volt a zeneiskola őszi hangversenyének. Akkor a végére, ahogy ígértem, sport. Kulcsár Barnabás megúszta. Mármint a saját távjait november 9-én Szombathelyen, a Kolónia Claudia Szabariánzium versenyen. A sárvári gyógyfürdő csapatát erősítő fiatalember 400 méter gyorson 10. lett, 100 méter háton 8., 50 méter mellen 4., 100 méter gyorson 4., 50 háton 2., 50 gyorson 4. A 4x50 méteres gyorsváltóban pedig első helyezést ért el, amiért csak gratulálni tudunk Barninak innen a stúdióból is. A Meteor viszont még nem úszta meg már, mint az őszi bajnokságot, mert az utolsó két meccsét ugyan megnyerte a csapat, ezzel legalábbis pontokban felzárkózott a sereghajtókhoz, de még mindig a Jánosházi együttessel zárul a tabella. Holnap itthon fogadjuk az elmúlt 3 meccsén a Véptől, a Kőszegtől és a Királytól is kikapó Bükköt. A középmezőnyben tanyázó gárda nyilván szívesen elkönyvelne az őszi szezon zárására egy győzelmet. Hát reméljük, hogy a hazai pálya előnye viszont a miénk lesz, és ezt ki is tudjuk használni. Tehát bízunk benne, hogy a fiúk lendületek kitart, és akkor akár el is mozdulhatnak a tabella legaljáról, hogy ne ott kelljen majd indítani a tavaszi idényt. Na mindegy, holnap minden esetre ez ki fog derülni, addig is hajrá Meteor! Ennyi fért mai krónikánkba, és várjuk Önöket a képernyők elé következő adásunkban is.